Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás december 17-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezt most megnézzük ennél a jóslásnál. Ez a kép arra utal, hogy most nála kihívások, viták, veszekedések vannak. Az ötös szám vagy arra utal, hogy mások hatnak rá, vagy támadják őt, vagy benne van ebben a helyzetben, és keres egy kiutat. Ha itt ilyen küzdelemről van szó, akkor én úgy gondolom, hogy ő nem érzi jól magát, de ennek ellenére most bepillantunk az ő érzelmi világába. Ezen a kártyán látunk egy tolvajt. Az lehet, hogy őt becsapták, meg elloptak tőle valamit, ezért vannak ezek a gondolatok, de az is lehet, hogy valaki rabolja az ő idejét vagy energiáját. Ha összekötöm ezt a két kártyát egymással, akkor az jelentheti azt is, hogy ezeket a nehézségeket ez a tolvaj elveszi, és így javul a helyzet. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Amit ő közöl, ezek a kihívások, a korlátozások, az lehet most emiatt a koronavírus miatt is, ez a kerítés erre utal. Nem csak a botok mutatják ezt, hanem a 9-es szám is korlátozások. De ahogy a képen látható, ő küzd valami vagy valaki ellen, de nincs ott senki. Tehát ő hiába próbálja megváltoztatni a helyzetet, inkább abban kellene bízni, hogy minden megnyugszik magától. Nincsenek itt küzdelmek. Lehet, hogy vannak emlékek, vagy valamilyen korlátozások, de ezzel szembe kell nézni, és áttenni magunkat ezeken a nehézségeken. Ez nem a ti helyzetetekre utal, hanem az, amit ő közöl, vagy most visszahúzódik, és ezzel akarja mutatni azt, hogy itt vannak kihívások, küzdelmek, korlátozások, most nincs kapcsolat, de itt fontos, hogy legyen egy lehetőség arra, hogy ezt megbeszéljétek egymással, áttegyétek magatokat ezeken a problémákon, itt kell egy kiút. És ezt ő érzi is. Ti adjátok számára a lehetőséget, hogy ez a probléma megoldódjon. És most megnézzük a negyedik kártyát, egy napi üzenet, egy lelki üzenet. Eljött az ideje annak, hogy változtass valamit az életeden. Ne várj sokáig, és ne halaszd el a dolgokat, hanem most, a jelen pillanatban tégy döntéseket. Ez volt a napi üzenet. Nekem is van egy üzenetem. A Facebookon van két oldalam, Dendera Medici vagy Dendera Susanna Medici. És ott van ez a napi energia, a maja naptár szerint, közlöm azt is, mikor indul egy új hullám, mikor nyílik egy égi kapu a plejádok fele, azon kívül a hold energiáját és a gyógynövény kártyákat. Leírom azt is, hogy melyik gyógynövény mit jelent. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket,
Viszont hallásra!